A Nemzetgazdasági Minisztérium 2018 elején egy munkahelyteremtési pályázatot írt ki, melynek részleteiről a Békés megyei kormányhivatal tájékoztatta a helyi vállalkozókat. A felhívás célja a kis- és középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének és a piaci pozíciójának javítása, illetve új munkahelyek létrehozása. A tervek szerint a pályázat a területi különbségek csökkentésére, a térség felzárkóztatására és a helyi gazdaság megerősítésére is alkalmas lesz. Egészen február 9-ig tudnak a kis- és közepes vállalkozások technológiai fejlesztésre, ingatlanvásárlásra, minimum két fő foglalkoztatását vállalva különböző támogatási forrásokhoz hozzájutni. Ez segíti őket a fejlődésben, segíti őket abban, hogy az esetlegesen felmerülő munkaerő hiányukat így tudják pótolni, és azért, hogy együttműködünk mi is a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, ez egy közös rendezvény gyakorlatilag ennek a fényében, a mai napon közösen kívánjuk ezt a fajta tájékoztatót megtenni az érintetteknek. De ezen túlmenően egyébként az elkövetkezendő napokban a megye számos részén fogunk hasonló típusú előadásokat és tájékoztatókat tartani ebben a témában. A támogatás mértéke nem regisztrált álláskereső személy esetén új munkahelyenként 1,5 millió forint. Emellett kiegészítő támogatásokra is lehet pályázni. Amennyiben kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó cég, úgy munkahelyenként 500 ezer forint, vagy ha olyan személyeket foglalkoztat, akik a munkába állást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében dolgoztak, utánuk munkahelyenként 800 ezer forint plusz forráshoz juthat a cég. A támogatás odaítéléséért vállalni kell, hogy legalább kettő fő bővíti a állományi létszámát, tehát legalább kettő fő munkavállalót felvesz a beruházás kapcsán. A beruházásból támogatható a berendezések, gépek beszerzése, építési beruházás, tehát a munkahely az a bővítés, építőipari bővítés támogathatjuk, illetve a telephelyül vagy a munkavégzéshez szükséges épület, ingatlan vásárlását is lehet finanszírozni ebből a támogatásból. A pályázattal kapcsolatos további információkat a Nemzetgazdasági Minisztérium weboldalán és a meghirdetett fórumokon kaphatnak a bővíteni vágyó vállalkozók.